A HPV, vagyis a humán papillomavírus a világ egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegsége. Mivel a fertőződés rövid távon jellemzően csak kisebb bőrelváltozásokat okoz, sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a kockázati tényezőknek. A vírus azonban évek, évtizedek után nagyon súlyos egészségromlást okozhat, a nők esetében például egyik első számú előidézője a méhnyakráknak. Magyarországon 2014 óta tart az a program, amely során az általános iskola 7. osztályába járó lányok ingyenesen beadathatják maguknak az oltóanyagot, tavaly óta pedig ugyanerre már a hasonló korú fiúknak is lehetőséget biztosítanak. Sokan korábban félreértették, hogy ezek csak a nőkre vonatkozó probléma a méhnyakrák vonatkozásában, és korábban majdnem ez is volt az általános igény, hogy azok kapják, de hát ugye ez a papillomavírus férfiaknál is tud megbetegedést okozni, és rákos betegségeket is. Dr. Újhely János hozzátette, a korábbi évektől eltérően ráadásul ma már egy több komponensű vakcinát kapnak a fiatalok, ami növeli a hosszú távú védettséget. Az orvos szerint az iskolások oltási programja egyre sikeresebb, és a lakosság szemléletében is évről évre fejlődés mutatkozik. Mint mondta, bár a vakcina hatékonysága az első szexuális együttlét előtt a leghatékonyabb, a fiatal felnőttek sem késtek el azzal, hogy igényeljék az oltóanyagot. A szülésznőgyógyászok biztos, hogy szorgalmazták, meg elég jó propagandája is volt ennek. Azt gondolom, hogy az lesz itt a nagyszerű, hogyha hosszú évek alatt ez a program folytatódik, és akkor a mostani már megkapott időoltást megkapott fiatalok idősebbek lesznek, így kerülhet majd egy általánosabb védekezési pozícióba a populáció a felnőtteknél. Miután a közelmúltban több újabb Európai Uniós ország tette a Nemzeti Oltóprogram részévé a HPV elleni védőoltást, megjelentek olyan hírek, hogy a kontinensen és így Magyarországon is készlethiány alakult ki. Újhelyi doktor szerint ez a helyzet nálunk egyelőre nem áll fenn, az iskolások oltása ugyanis ezekben a hetekben is folyamatos, a patikák pedig rendelkeznek annyi vakcinával, ami a többletigényeket is kielégíti.